Mindenkinek Scuderi vagyok, és itt vagyok újra a Minecraft építkezzünk sorozatomba. Úgy gondoltam, most hétfő révén szó Minecraft tartalom ez, de szakítok egy kicsit a túlélő móddal, úgyhogy egy kicsit építeni van kedvem, aztán gondoltam, akkor itt folytatom. Ha már megvan ez a map, akkor ezt folytatom. Itt van a városkám, de most egész más dolgot szeretnék építeni, nem... Hát még majd ezt folytatom, ezt ugye itt hagytam abba a katedrális építésénél a dolgot. Hát ilyet is elkezdtem már csinálni, de igazából egy ilyen kis egyszerű, könnyű, könnyen beszerezhető alapanyagból összerakható kis túlélő házikó bázis dolgot szeretnék létrehozni, és ez egy ilyen kis falu jellegű dolog, tehát így a külvárosba próbálom meg megvalósítani, mondjuk, aztán majd beleintegrálom ebbe a képbe. Itt a szélén már lehet talán. Nem is tudom, hogy a kis szigetre esetleg. Rakjam a szigetre. Nem. Nem, szerintem itt már nyugodtan. Itt már nyugodtan lehet ezen a kis folton. Itt ezen a sziget részen. A szigeten. Jó. Összeszedjük a cuccokat, amik kelleni fognak. Így az elején. Lesz ilyen füves blokk, az biztos. Közben ránézek, hogy elindult rendben a felvétel, de úgy nézem, hogy minden rendben van. Akkor mi kell még? Kell nekem zúzott kő, az biztos. Hát jött egy bárány, vagy mi. Akkor, hát ez főleg, amit tervezek, az főleg tölgyfa. A rönk az kell, az biztos. Kell tölgydeszka is, igen. Kell fenyődeszka hozzá. Meg egy-két lépcső dolog is kell. Kell tölgy lépcső, fenyő lépcső. Fenyő lépcső, hol van a fenyő lépcső? Csak én nem látom, itt a fenyő lépcső. Jó, kell akkor fenyőlap, meg kell még tölgylap. Ezek biztosan kellenek így az építkezéshez. Na, itt vannak a majdani lakók. Na hát az már biztos, hogy mekkora lesz a plac. Tehát föl is írtam ide magamnak. Nem akarok egy túl nagyot, tehát egy olyat, amit bárki meg tud valósítani, mondjuk egy túlélő játékot játszva. 14x12-esre terveztem, ebből a ház az kisebb, tehát ez inkább a kert, amit így elfoglal. Na mindegy, akkor mondjuk itt elkezdek így koppogatni, és akkor... Ja, így akkor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Így volt a 12. Jó, akkor mondjuk legyen a 2, és akkor errefele meg megcsináljuk a 14-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Oké, okay. Akkor ezt vágom le, ami nem kell. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jó, tehát akkor itt ez a rész, amit hasznosítanunk kell. Ez a köztes terület. Megcsinálom először a külső nézetét, ha jól emlékszem ott, mert már csináltam hasonló épületet. Ez egy kicsit lehet, hogy el fog térni a korábban megvalósított tervemtől, de végül is mindegy, nem probléma. A házikhoz merre fel nézem, azt nézem, hogy ebben a sarokba terveztem a házat. Ja, ebben a sarokba, akkor erre fog nézni az ajtaja. No, kezdjük is meg úgy, hogy megcsináljuk az oszlopait. Négy magasra csinálom ezt a sarok részeket, azt hiszem így, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Ezen a felén 5 lesz, tehát ez egy nagyon minimál dizájnos kis épületre számítsatok, tehát semmi extra. Pont az a lényege, hogy könnyen megvalósítható túlélő módban is. Nem túl sok drága alkatrészből fog összeállni. Ezt elfelejtettem bepötyögni. Utána már nem kell ezzel foglalkoznom, egyszer megtettem. Na, oké. Akkor itt van ez a rész, ez rendben van. Alapból azt hiszem tölggyel fogom csinálni az épületet. Itt lesz egy ajtó benne. Errefele fal lesz, meg erre is. És hátul lesz egy
kert ajtó, hogy a védett kert részbe is kijussunk. Hát ezt így meg is csináljuk, ez biztos, hogy kb. Így lesz. Ugye itt van a külső ablak. Külső ablaknál szerintem itt két ablakot fogok csinálni, és egy ilyen érdekes dizájnt próbálok ki. Ugye egyelőre csak így beburkolom, aztán meglátjuk. Itt egy ablakot fogok csinálni. Azért ütöttem ki az alsót, mert olyan lépcsős modult tervezek. És akkor belül meg megcsináljuk ezt a szokásos kis padlómat. Oké, okay, jó. Azt mondja, hogy az meg lesz. Hát ez a dizájn, ez jó lesz szerintem, ez a fenyő és a tölgy kombója. Tölgydeszka, ugyanígy, ez teljesen korrekt. Egyenlő, jó. Oké, akkor itt lesz a... Ebben nem is vagyok biztos, hogy ide már ezt a lépcsős dolgot rakjam-e. Erre a felére. De most berakom, aztán meglátjuk. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Valahogy így akarom megcsinálni, és akkor hozok is ide már üveget. Nem is tudom, hogy mi helyére rakjam, ami nem annyira kell most így az elején. Hát talán ebből most egy darabig nem kell. Az üvegből mondjuk nem sok kell, de kell egy ilyen flexi. Tudsz, ez egy kicsit földobja az oldalsó nézetét. Most a másik felén is ugyanígy megcsinálom, aztán lehet, hogy ez majd módosul. Ezt most még így nem tudom. De ez még minden ördöngös, meg hogyha nincs üveg még az elején az embernek, akkor ide be lehet dobni egy kerítéselemet, aztán azzal is teljesen rendben lesz az épület addig. Na, dobjuk fel az ajtót is, ide előre ezt a fajta ajtót gondoltam, ez így illik ehhez a dizájnhoz, hátra meg a hagyományos tölgyajtót. Ez egyébként fenyőajtó, és akkor ide pedig egy tölgyajtót fog bedobni, aztán akkor meg is van így ez a dizájn. Jó. Oké, jó, ez így jó lesz belső területre. Hát a berendezéssel most még egyelőre nem foglalkozok. Az biztos, hogy itt lesz majd a feljáró ezen a részen. Azt lehet, hogy meg is kéne tennem, hogy megcsinálom a födémet. Ha minden igaz, akkor kettő és felesre terveztem az alsó szintet. Tehát így. Ja, így jó lesz. Én ilyen ránézek azért a rögzítés, hogy szépen fut-e. Nem emlékszem, melyik meghajtómra raktam ki, és itt most nem írja a pontos hely. Illetve írja, csak nem van a másodmonitoromon is, és azt a részét pont kitoltam a képernyőnek, úgyhogy azt szerencsére most nem látom azt, úgyhogy az úgy tök jó. Oké, itt lesz a feljáró, és kell egy lejárat is majd. A lejáratot pedig ide fogom rakni, és ide rakok egy kemencét. Már most lehet. Hogy így tervezzem meg a belső dizájnt ezzel együtt. Megnézzük, hogy ha ezt ide rakom, akkor jó, itt majd lesz egy lejárat, ide most berakok egyelőre egy ilyet. Jó, ezt úgy túlzásba nem visszük, ezt a dolgot. Oké. És ide megrakunk egy csapóajtót egyenlőre. Arra megy a létre, akkor mondjuk itt ideális a csapóajt, ez így jól is néz ki. Viszont a külső részét azt már rendezni illik ilyenkor, mert az ott egy kicsit csúnya. Azt hiszem, hogy ide rakok egy ilyet egyelőre, úgyis majd úgy dizájnolom ezeket a részeket, hogy itt a sarkoknál ezek megkapják ezt a dizájnt, és akkor így már nem lesz ezzel semmi probléma. Oké, ígyni. Jó. Jó, hát szerintem ez így korrekt. Ide lerakom ezeket a törmikat, mert hogy ide is kéne raknom ilyen ilyesmit. Ide is rakok, mert pincézni is lehet ezt a házat. Ide most ide is lerakhatjuk, végül is nem zavar a senkit. Találja, rakok ennek is, meg ennek is, hogy ott legyen. Pincásásnál ez nem egy rossz dolog, ha már eleve itt ki van ásva ez a cucc.
Hát jó, egyelőre most ide is lerakom, de itt majd valamelyik ilyen lapka alatt úgy tervezem, hogy ott lesz a víz, mert akkor így elrejtem a vizet, ami táplálja az ültetvényeket. Elnézést, most már jobb a torkom. Most már csak vizet iszok. Oké, jó, ide is mindent kiütöttem, amit akartam, illetve amit nem, azt is. Így mi? Ide is rakunk egyet, ide nem tudom, hogy... Hát, nem tudom, ide nem biztos, hogy terveztem. Én ide gyereket most kiütögetem, és ide is berakjuk ezt a cuccot. Így mi? Jó. Oké, és akkor itt ezt a részt már nyugodtan le tudom burkolni. Oké. Jó, kicsit állítunk az időn, mert megint kezd világosodni. Valami jobb érték kéne, 8 helyet, nem is tudom, a 20 az mit csinál. Az a baj, ez most pontosan nem tudom mi. 2000. Jó, legyen 2000, az már azért világosabb. Jó. Mennyi időt? Már 11 percet csinálom. Jó, akkor ez jó hosszú lesz. Lehet, hogy egy epizódban nem fogok elkészülni ezzel a dizájnnal, de mindegy, ez nem annyira probléma. Na, akkor menjünk tovább. Itt lesz biztosan egy második szint, amiből ennyi biztos, kávé, így ennyi. Itt lesz a, ide egy ablakot bedobunk. Jó, és akkor elkezdem csinálni a tetőszerkezetet. A tetőszerkezet úgy fog kinézni, azt hiszem, hogy rakok körbe tölgyet, az tölgyel megy így körbe, és akkor utána pedig fenyő lesz a teteje. Ez csak egy ilyen körbe, ilyen világosító dolog lesz, hogy egy kicsit élénkebb színe lesz ezáltal. Vagy hát egy kicsit feldobja, annyi, semmi extra. És az egyik irányba ráadásul majd csinálok egy ilyen kis tető ablakszerűséget, amit szoktam csinálni a házikóimra, aki úgy nézi a túlélő sorozatomat is. Tehát egy ilyen másik sátortetőt, a gerincet így megosztom, és akkor lesz egy másik sátortetős rész is rajt. De mindegy, most először ezt csináljuk meg. Na, ezt le is burkoljuk már most itt szépen ezzel a fenyővel, meg ezt is. Na, úgy néz ki, hogy ezt eltaláltam. Ja, az elejét azt nem bántjuk, mert ott megint a világos fog végigmenni. Ezt mindenképp megcsinálom mind a két oldalon, attól függetlenül, hogy átalakítom majd a túloldalán rögtön. A kert fele néző része lesz az a szebb fajta. Gondolkodtam, hogy egyébként most ezt a... Most van kedvem ilyen kicsi házakat, ilyen kicsi túlélő házakat tervezni. Csinálok majd mindenféle, csinálok majd modernet, ilyen stílusút, még másabb, ilyen régebbi dizájnos valamit, meg kőházakat is, meg ilyesmiket. Most van hozzá kedvem, nem tudom, mi jött rám, de most ez jutott eszembe, azt elkezdtem csinálgatni ezeket. Amikor még nem tudtam rögzíteni, csak úgy pötyögtem rajta, akkor ez jutott eszembe, hogy akkor hát miért ne csinálják ilyen házikókat? Hát, ha van rá igény, gondoltam. Majd megmondjátok úgyis, hogy tetszik-e nektek ez a dolog. Jó, ide meg szemből egy ilyet, így van. Ezt most gyorsan így kitalálom, az a szokásos dizájnommal, és akkor jó, lesz ez, szerintem ez nincsen semmi baj. Fönt egy ilyen gerinc lesz majd, ja. Oké, a berendezés az lehet, hogy el fog maradni ma, mert nem tudom, hogy állok, de már 14 perchez bütykölöm, úgyhogy azért haladok vele úgy időben. Jó, és akkor itt a gerincet azt megcsináljuk ezzel a világossal. Vagy nem is tudom, lehet, hogy nem a világossal. Nem, az úgy fura. Inkább legyen az ilyen. Csak az eleje lesz ilyen sötétített, vagy ilyen világosított dolog. Hopp, ez nem is kell annyira égni. Ja. Igen, ez szerintem ez teljesen jó kis design. Itt nem vastagítottam még meg, ha jól látom, igen. Itt megvastagítjuk egy kicsit ezt a kinézetét, és akkor így egy kicsit jobban néz ki talán. Ja. Jó, nekem tetszik. Jó lesz ez. Jó lesz ez.
Oké, oda miért nem raktam ilyen bigyót? Így rakok egy ilyen cuccot. Oké. Jó, egyelőre akkor ez most így rendben van. Közben ide jegyzeteltem, hogy mekkora plac kell a kert részhez, hogy optimális legyen, hogy ne legyen túl nagy, túl kicsi se. De azt hiszem a 4 egységnyire megy el hátul, oldalt meg 4-et hagyok, és akkor egy elmaradott, meg lehet ilyen dinnyészkedni, de mindjárt akkor meg is értitek, mutatom, hogy hogyan gondoltam. Hogyan áll ez a házikó? Erre fele áll, ja, és akkor itt lesz a... És lerakom ezeket a kerítés oszlopokat, amivel indulok, tehát itt indulok. Keresek fenyőkerítést, igen, az kelleni fog. Egy, kettő, három, azt hiszem négy kerítéssel mentem, ha jól emlékszem. Ezt fölírtam valahova? 4 oszlop, és utána fordulok el. Szerintem igen. Ja, és akkor így jön ki ez a méret, amit kitaláltam. Igen, ez az optimális. Jó. Jó, mindenképp ez alá fogom tenni most már biztos a vizet. És egyelőre, hát most ugye követ rakok, hogy lentről lássam majd, ha pincézek. Ide meg rakok ilyen fát. Oda nem rakok ilyet. Jó. Ide kérek egy vizes vödröt. Mi helyére kérjem? Legyen ez. Így van. Most az lesz a dobós. Oké. Ez így jó, mert el is rejtettem, és akkor itt lehet majd bőven bütykölni ezekkel a dolgokkal. Ja, majd kelleni fog a tölgyfarönköm. Igen. Mert így ki fog jönni egy ilyen sétány. Most nem is tudom, hogy a ugye ettől 4-re lehet maximum. Az jó is úgy, igen. Na mindegy, össze a quest legyártom. Kapkodok itt a gondolataim között, de mindjárt meg lesz szám minden. Jó, lehet, hogy ez már lehet, hogy egy oszlop lesz, de ezt is mindjárt kikalkulálom. Ezt úgy tudom kikalkulálni, hogy itt van ez, ugye? 1, 2, 3, 4, idáig megy el, és akkor itt mondjuk egy dinnye még ki tud kelni, akkor így van. Jó, hát ez ekkora. Tehát ekkora lesz az egész plac, ez nem egy ördöngös dolog, tehát ezt túlélő módban szerintem ezt a fa mennyiséget, amit ide most leraktam, azt azért össze lehet koldulni hamar, vagy farmolni mindenképpen, akár egy szerveren is, vagy csak ugye a otthoni játékban. Ide fogok rakni egy oszlopot. Jó, ezek azért is jók így, hogyha raksz rá egy ilyet, mert így akkor meg lesz az a magas, hogy nem lehet beugrani, és hát itt be tud menni állat szerintem, de hát az az állat, amelyik itt próbálkozik, az meg is érdemli talán. Hát olyat lehet még csinálni, hogy az ember rak rá egy ilyet ide alulra, végül is azt meg lehet tenni, akár egy másik színből, amit már eldobtam szerencsére, de most előszedem újra. Hol vagy? Itt van. Jó, mondjuk az úzott kövemet, most berakom ide az invent. Hú, mennyi minden kravanc van itt nálam. Jó. Ez még azóta van, amióta itt. Mondjuk lehet, hogy ezeket nem én gyűjtegettem ide. Azt is el tudom képzelni, mert kislányom néha szokott ezzel ügyködni, vagy hát úgy megkapja a mepet egy másik gépemre, aztán akkor elraki állatkákkal, meg mindenféle ilyesmivel. Úgyhogy lehet, hogy ez az ő munkássága volt még. Na de. Jó. Oké. Na, így fog kinézni. Így elvileg nem lehet beugrálni. Így állatkáknak sem. Kicsuk ki a időjárást. Ó, na. Keressük meg, akkor legyen egy 2000-esünk benne, gyors gombom, meg a... De rakok ezt, csúnya-e vagy sem. Jó, szerintem ez nem csúnya, és ez elég jól nullázza itt a lehetőségeit a beugrálásra, egyéb élőlényeknek, és nem is annyira ronda szerintem, tehát ezzel együtt lehet így élni. Ja, legyen ott, hagyjuk ott ezt így, szép lesz ez így, jó lesz ez így. Oké. Na, és akkor hogy állunk időben? Időben, 19 perc, jó. Na,
Akkor most az utacskát kéne kitalálnom, hogy ez hogyan menjen az utacska. Jó, ez most kifogy, de ez nem probléma, mert itt ezt le is dugózom rögtön. Ebből hány darabot raktam, lesz is felírtam ide magamnak a kis okosomba, hogy ide 5-öt raktam. Tehát az, hogy 5-öt rakok le, akkor ez elvileg eddig megy ki, és akkor egy kicsit szebben így, és akkor idáig megyek hátra. Ez most kiszámolható könnyen, mert 1, 2, 3, 4 idáig mehetek vele. Ja, ez teljesen jogos, hogy ez így néz ki. Hogy ott mellette van, mert oda nem rakok már semmit arra a részre. De nem is fogok már semmit se rakni, ha jól gondolom. Oké. Okay. Ezt lehet, hogy kicserélem, mert most kilátszik, ott most látom a kemencém. Ez maradhat kocka, végül is így is látszik az a design elem. Jó, legyen ez akkor így. Ez így rendben van. Mindenképp. Nem tudom, hogy ide rakjak-e ilyen ilyet. Vagy ne. Jó, itt legyen ilyen kicsit itt lehet ilyen. Bár oda is raktam, akkor ezt még itt azért leburkoljuk ilyen fával. Így, de még akár lehet cserepes virágot is bedobni. Jó, ezeket kiütögetjük, a füveket nem kellenek. És akkor, hát ez lesz az a rész, amit föl lehet kapálni, ha minden igaz. Ugye keresünk egy kapát. Ilyen kapával dolgozunk, legyen gyémánt kapánk nekünk. Jó, ezeket meg dobáljuk csak el egyelőre. És akkor ugye innen vagyunk négybe, az nem is annyira fontos talán, hogy itt fölkapáljam, de mégis föl lehet majd valami egyéb dolgot lehet oda rakni. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, hát akkor ez a sarok ez teljesen totál kapálható. És akkor az lesz a sétány, ami lehet ugrálni, meg menni, jönni, menni mindenfele. Itt is akkor 1, 2, 3, 4. Ezt azért hagytam ezt a csíkot, mert ha ide ültetünk tököd vagy ilyesmit, akkor az elvileg arra fele tud nőni. Ha mellette meg valami egyéb növényt rakunk le. És akkor erre fele is ugye 1, 2, 3, 4. Tehát idáig lehet ezt a dizájnt vinni, és akkor itt rohadt csak ki a először a cucc. Jó, akkor itt lezárjuk a területet. Ezt meg azért gondoltam elkeríteni, mert ez egy tök jó hely a ilyen állatoknak mondjuk. Ja. Itt rakunk egy ajtót mindenképpen. Legyen az is fenyő, hogy jól nézzen ki. Eldobtam a kapámat. Jó, így. Oké. Okay. Az ilyen világítást meg ilyesmit azzal majd később foglalkozok. Jó, és ugye még itt lehet ültetni egy fát is a sarokba, akkor még jól is néz ki, hogy ide fülkinő egy tölgyfa, vagy valami ebbe a részbe. Oké. Okay. Jó. Az eleje rendben van. Akkor most megcsinálom ezt a kis tető ablakszerű valamit, amit ide föl szoktam rakni. Az itt fog ezen a részen leledzeni. Visszakérem a dolgaimat. Ez már nem kell. Na, rakjuk ide. Ennyi. Hát én ezeket most kiszorogatom egy részét. Legalább az alsó vonalat, hogy itt tudjak dolgozni. Oké, okay, egy fajtó, ez sosárt. Facsapó ajtó. Mi kellett volna nekem most? Ez megvan. Oké, okay, ez kell végül is. Így van. 1, 2, 3, és egészen eddig, nem tovább, eddig megy ki. Oké. Okay. Jó. Itt pedig... Ja, ez maradhat így, mert úgyis itt fordulok elfelé, és akkor azzal már hozza is a dizájnt. Oké. Okay. Ezt így kapásból sose szoktam megépíteni, ezzel mindig így utólag szoktam foglalkozni, mert itt így ki kell ütni blokkokat, aztán így alakul ki a design. Na most itt is az első részét azt le kéne burkolnom hát ezzel. Oda mindenképp rakunk egy ilyet, meg oda is.
Jó, és akkor ide meg tök mindegy, mit valamit rakok most egyelőre, csak egy kockát. Ezt és ezt, hogy le tudjak fordulni ezzel az anyaggal. Így. És így. Jó. Akkor ez kiüthető már, ez már nem kell. Ezt viszont... Na, ez be tud fordulni, jó. Te is. Jó, te is. Oké, most már jó leszek. Megvan, és akkor ezt még kicserélem ilyenre, és akkor megvan a design elvileg, és akkor ugyanazt fogom, mint ott egy befordítottat. Olyan sok helyet végül is ezzel nem nyerek, de mégis egy kicsit olyan dizájnosabb lesz. Nekem ez mondjuk tetszik, ez a fajta plusz ilyen tetőablak dizájnolás. Most ott lehet, hogy azzal variálni fogok még, mert itt biztos, hogy sötétítem ezt a területet. Így. Így, oda nem kell, hanem ide kell, meg ide kell. Hát meg oda is kell, jó. Ott lesz egy ablak. Lesz, ez furán fest, úgyhogy itt én ezt most kicserélem, végig csak világosra, bár lehet ilyen világos is, így. Ja. Ja, itt azért jobban néz ki, hogyha ilyen világosra hagyom. Jó, és akkor föntre egy ablakot terveztem, ha jól emlékszem. Mást oda nem. Oké. Jó, ez a felső rész az el is készült, ennyi. Gyakorlatilag ez fölülről egész jól néz ki ezzel a kis csíkkal, ami így körbe megy rajta, szerintem. Jó. Akkor megvan a kert, szorjunk föl némi világítást, azokat így gondolom megoldani, hogy. Hát nem is tudom, egy lehet itt, meg itt. Kérjünk egy kicsi fákját. Jó, ezt elrakjuk addig ide. Oké. Fákját azt ide rakunk, meg ide rakunk egyet. Ugye ezt a dizájnt azt viszem itt is tovább. Ezt a részt itt megvilágítja szerintem bőven, amennyire kell nekünk. Így. Esik az eső. Legyen tiszta az idő, és legyen 2000-es vagy 2000-es az időérték. Oké. Jó. Hát itt meg szerintem nem csinálok semmi extrát, ide rakok ki a sarkokra így egy kis világítást. És akkor ez úgy mindenhol meg lesz, és akkor talán világos lesz az egész placunkon. Ja, még erre a felére is rakunk valami fényt, hogy itt sem mászkáljanak össze-vissza a zombik. Már ez egész jó lett ez az ablak dizájn ezen a felén, szerintem ez teljesen rendben van. Előre is rakunk két fákját. Jó. Így, né. Oké. Hogy állunk időben? 28. perc. Hát még egy kicsit foglalkozok akkor a belső dizájnnal, szóval ez így fog kinézni. Na most akkor még annyi, hogy egy töltsemetét ide becsempészek. Mondjuk egy kis csont. Hol van a csontpor, vagy ilyesmi. Valahol itt lesz, itt a csontliszt. Jó, mondjuk a fű helyére addig. És akkor, hát ide gondoltam, hogy ide le lehet rakni ilyesmit. Ha nem is teljesen a sarkából, még ide. Megnézzük, hogy... Na, nőj meg. Na lehet, hogy nem tud megnőni. Mi ez a tölgy? Pedig tölgyet választottam. Itt csak nem tudsz megnőni. Csak itt mondjuk. Itt már. Oké, itt megnőtt. Mekkora lett? Hadd nézzelek. Jó, szerintem ez jó. Egy ilyen kis izét itt hagyunk, egy tölgyet. Kicsit lenyírbálom itt a dolgait. Ne legyen ilyen romba nagy. Aztán... Jó. Jó, így azért kinéz valahogy. Oké, itt is egy kicsit minden is beveszünk rajta, itt is, jó. Oké. Na szóval így el lehet rakni egy ilyen fát is a placon, úgyhogy ez így szerintem teljesen jó, és akkor lehet fát is kitermelni, ha nagyon szükséges. Ide meg be lehet zárni egy-két állatot, csirkét, ilyesmit, és akkor van csirke is a farmon. Na most annyi, hogy ha csirke van, akkor azért erre vigyázni kell, hogy itt ne mászkáljanak ki, tehát akkor ezt itt ildamos elütni, ezt a részt. Esetleg ezt kicserélni fűre, hogy ott tudjon ott is legelni, de
akkor inkább érdemes kivenni. Vagy visszateszem a design miatt. Illetve nem teszem vissza, mert akkor tényleg kiugrálnának szerintem. Fél egység, ja. Akkor kimegy a csirke, meg ilyesmi. Oké. Jó, most akkor foglalkozok egy kicsit a belső dizájnunkkal. Na, hát... Hogy is legyen, kellenek ilyen ládikók, meg mindenféle kramanc. Azt mondja, hogy ládikó, ilyen szerelőasztalka kell, meg ilyen is kell. Oké. Na tehát akkor legyen úgy, hogy itt lesz egy asztal, hogy valami, most nem csak a praktikum, persze ezt praktikusabban is be lehet rendezni, de megpróbálom most úgy megoldani, hogy jól nézzen ki. Ez most ilyen tölgybutoros lesz. Ja, az is legyen tölgyből. Tölgykerítést kidobtam már. Jó, hát akkor most egyelőre ez is ide kerül. Oké. Jó, visszamehetsz ide. Innen még egy sort kidobok, és akkor több ilyen hasznos cuccom is lehet még. Kár, hogy nincs, hogy mindet kidobom, meg egy sort. Jó, és akkor ide meg ilyen lapocskát gondoltam. Rárakni, ez így egész jól néz ki. Ja, oké. És akkor ide mehet a lámpa, vagy hát a világítás, mint olyan. És ez szerintem ki is szolgálja nekem itt a dolgokat. Ja, tényleg kéne rá valami kémény cucc. Majd föntre. Ja, oda majd fölmegyek mindjárt. Ja, a létrát ezt be is húzom. Mondjuk a... Egy ládikákat ide fölhelyezzük, és akkor itt lesz a létra. Itt a lejáró az ott lesz, oké. Okay. Akkor itt följárót ezt megcsináljuk. Itt is azt hiszem úgy lesz, hogy ezt kiütjük, és akkor ide lehet egy csapóajtót bedobni. Csapóajtó pedig nyíljon. Arra. Ja, így jó. Oké. Okay. Megint nincs ládám, szuper. De most egyelőre úgyis lám dolgozunk, úgyhogy most itt... Ja, kéményen gondolkodtam, azon középen lesz a kémény mindenképpen. Oda rakok egyet, az nem ússza meg. Na most... ide szerint... De nem rakok ilyet. Ide csak egy ilyet rakok, igen. Igen, ez így nem olyan zsúfi még. Ja. Jó. És akkor ide lehet rakni, hát ide ilyen design elemnek lehet rakni egy ilyet. Lehet így hajtogatni, nem tudom, kell-e, de odarakom. Oké, itt lesz akkor a kemencénk, jó. Hát mi kell még ide? Nem tudom, erre rakjak-e ilyen abroszos valamit, de talán nem kell. Tudjálunk az idővel. Rendben, az megvan. Még azt lehet rakni, hogy ide rakok egy ilyen lámpás. De annyira még nincsen sötét, úgyhogy szerintem lehet egy ilyen design elem. Még ezen gondolkodik, hogy olyan kis fakó kicseréljük próbaképpen. Vagy csak az ülőkét sötétre, nem tudom, megnézzük. Aha, ez olyan kontrasztosabb lesz. Jó, legyen inkább ez, ja. Nem tudom, hogy tudok-e csinálni másfajta tölgy ilyen cuccot, de nem. Jó, lesz nekem ez is végül is, nem problémó. Jó, legyen akkor egy ilyen. Jó, ez így tök jó. Aztán még lehet berakni ilyen képeket. Egyrészt ezt, ebből viszek egyet ide, már most. Meg vannak ugye ezek a... Hol van ez a fajta kép? Ez a fajta kép, ez. Jó. Mondjuk ide egyet lehet rakni. Mondjuk valami, nem. Hát... Szó-szó. Jó, most egy ilyen lesz, mert ugye kétszer beadta, nem tudok mit kitalálni, de mást, jó lesz ez. Ezek ugye nyithatók, mert fölötte ilyen fél egység van, úgyhogy ez ilyen lesz, akkor az első szint az ennyi. Megyek fele egyel. Ide is kellenek dolgok. Például ide rakunk ilyet. Meg oda ilyet. Ja, és akkor itt lesz egy kemence. És akkor szerintem itt megcsinálom a kéményt. Ez itt teljesen tök jó lesz kéményhelynek. Rögtön kérünk hozzá.
zúzott követ. Még mindig úgy vagyunk, ugye látjátok, hogy semmi olyan bonyolult anyag nincs, ami ne lenne beszerezhető itt a kapásból, itt a felszínen, tehát semmi komoly anyag nincsen. Ezt be kell tömnöm itt, ezt a lyukat, így van. És akkor rakok rá mondjuk egyet-kettőt, meg valami. Hát jó, mondjuk ez esetleg kicsit bonyolultabb lehet, de ezek mind kiválthatók egyébként, meg a színekkel is lehet variálni, hogy nem tölgyből, hanem mit tudom én, nyírből, meg tölgyből, vagy ha nincs fenyő, akkor mehet akármilyen fából is, az már tényleg csak a egyéni szép érzék kérdése, hogy ki mit használ ilyesmire. Jó. Megint rám sötétedett, ahogy látom. Oké, szerintem ez tök jó kéménynek. Ja. Akkor lesz egy ilyen kis kémény is a házikon. Nagyszerű. Jó. Gyorsan bemegyek még, aztán a felső szintet még gatyába rázzuk, már 35 percre nyomom. És hogyha az is megvan, akkor nem tudom, az alsó szint az majd a következő epizódba lesz, vagy akkor hosszabb epizódot tartok, aztán az is meg lesz, nem tudom, hogy mindegy, lehet, hogy megcsinálom, aztán majd megmondjátok, hogy ne csináljak ilyeneket, hogy ilyen sokat építek. No. Középre rakjam el az ágyat, vagy a szélére? Itt van egy ablak, az biztos. Ezt nem lehet kiütni, ugye? Nem, ezt most megszivattam magamat. Nem is tudom, hogy ezt hogy fogom tudni megoldani, de már van egy ötletem. Mindenképpen oda kell raknom egy ilyen anyagot, és akkor már be tudok ide rakni egy ilyen designt. Nem tudom, hogy csukom be az ajtót, ilyen rust feelingem van még itt is. Az égvilágon maximum egy tehén bejön, de semmi több veszély nem fenyeget, hogy bejön valami holmi. Oké. Okay. Ide egy ablak kell, az biztos. Az biztos. Tehát ezzel nincs kérdésed. Mindenképpen kell oda egy ilyen. Oké. Okay. Jó. Az ablakot ezt elrakom. Nézem itt közben, hogy a felső szintre miket terveztem, milyen fontos egységeket. Tehát két ládikót, az biztos, azt felírtam. Vagy egy kemence, azt beraktam már, igen. Négy láda, négy ládának el kell férni, még kettőt felírtam a végén. Aha, egymáshol lesz kettő. Jó, akkor viszont mindenképp ide középre rakom az ágyat. Az biztos. Kell egy szerelőasztalka. Igen, az nagyon biztos. Berakom oda a sarokba, ha megint miért mondjuk. Sötét, meg rossz idő. Jó, így jó lesz. Oké. Okay. Az megvan. Akkor, ja, szerintem ide egyetlen hely van, ez van, így van. Ide lehet berakni kettőt, mert hogy ez itt egy felelem, így ki lehet nyitni simán. Jó. Oké. Okay. Ide is rakok képet. Mondjuk ide rakunk, mire rakunk valamit. Egy egyest gondoltam, na jó lesz, ez szép, ez maradhat. És akkor rakunk ide valami dizájnos szőnyeget is. Hát nagyon szürke, szürkézzük be. Meg azzal. Ja, ez jó lesz, nekem tetszik. Ja, és akkor ennél kis hangulatos lett. Megnézzük a, rakunk ide fákját, oda, meg egyet ide. Ja, ennyi. Többet szerintem itt nem érdemes már ezen agyalni. Ha csak oda még egy képet be lehet vigyeszteni. Egy egyes kép ide még beférje. Hogy szép hangulatos legyen a felső rész. Mondjuk az ajt szent akarjuk el. Ide is lehet rakni. Na, de ide jobban néz ki. Aha. Ja, így jó. Szuper. Jó. Nekem tetszik ez így, és akkor még olyat is csinálhatok. Csak úgy, hogy egy kicsit világosítsam a teret. Támadott egy bogár. Na, hogy így leburkolom egy kicsit az tetejét. Kicsit csökken a belmagasság, de ez egy kicsit olyan világosságot kölcsönöz neki. Na, hát akkor ez a második szint. Négy láda, egy szerelőasztal, meg van hozzá egy kemence itt is. Lent is van egy kemence.
és akkor alul meg egy, ott még egy kettes kemencét terveztem még mindenképpen. És akkor itt meg ugye a kert részleg, nézzük meg, hogy néz ki ez most kívülről így. Jó, szerintem ez egész tűrhető. Ugye itt lesz egy ilyen kis falvacska, ide ilyen kicsi túlélő házakat tervezek, és akkor itt lesz egy, lehet, hogy ide csinálunk egy ilyen piacot, és akkor ez összeköti a város részt és a külvárosi farmos részeket. Ja, még lehet, hogy csinálunk ennél egy kisebbet is, egy ilyen nagyon minimál dizájnos, mert azért ez is elég nagy lett, de azért nem annyira nagy, mint amiket szoktam építgetni itt a túlélő sorozatban, meg itt is, ugye. Jó, hát nem tudom, most van a 40. perc. Szerintem ennyi. A következő epizódban majd kiépítem az alsó részét, mert van egy pince része is, amit terveztem még, hogy komplett legyen a cucc. De hát az mondjuk teljesen fakultatív, alásva, akármit be lehet rakni, hát tudjátok képzelni, tehát az egész területet itt alá lehet pincézni helységekkel, tehát az már nem annyira ördöngős dolog, de design tervem arra is van. Ha van rá igény, akkor azt is meg fogom csinálni, mert egy tök jó kis design találtam arra is ki. Azt majd úgyis jelzitek nekem itt a komment szekcióba, hogy tetszette ez a dolog, kell-e még ilyen, jöhet nekem, mert ötletem sok van. Talán jól is néz ki ez a házikó, és ezt könnyen meg tudjátok valósítani, tehát aki esetleg túlélőbe érez hozzá kis ambíciót, az ezt le tudja gyártani, ezt a kis házat könnyűszerrel. Ja, hát még ide a design ügybe lehet ide rakni egy ilyet, ahogy nézem. Ez így beleillik a képbe. Nem tudom. Ja, hát az így illik így a képbe. Mindenképpen az befejezi így az oszlopos részt, meg hát itt lehet egy ilyen kis ösvényt ide gyártani. De ez már csak ilyen színezgeti az ember a dolgokat. Így rakunk egy pár ilyen. Így mondjuk egy ilyet csinálunk, és akkor már is egy ilyen kis ösvény kialakul, ami a ház fele vezeti az erre járót. Még ide lehet rakni egy kis. Most itt tovább fejleszgetem. Ide rakunk egy kutat mondjuk, hogy legyen vize a kis relikvensnek, bár mondjuk nem nagyon fontos, mert van itt a szomszédságban pont egy hatalmas tó vagy tenger, vagy nevezzük akárminek is. De ezt is meg lehet így oldani, hogy és a partjára még lehet rakni akár egy fácskát is, vagy növényeket, vagy akármi mást így ezen a területen. Ja, jól van. Oké, köszönöm akkor, hogy megnéztetek, remélem tetszett nektek ez az epizód. Most ilyen építhetnékem volt, úgyhogy azért választottam ezt a Minecraft verziót, hogy meg már régen voltam itt az építkezünk sorozatban is, úgyhogy mindenképpen ildomos volt egy kicsit foglalkozni vele. Jól van, köszönöm, hogy megnéztetek, és mindenképpen írjátok le, hogy tetszett, jöhet-e még ilyen, mert akkor építgetek is majd közbe-közbe. Lehet, hogy nem pont a hétfői epizódokban, nem úgy közbe-közbe egy-egy házat majd dizájnolok. Meg ennek az alját is megcsinálom, hogyha van rá igény. Meg mindenképp megcsinálom, csak hogyha van rá igény, akkor videóba teszem azt. Jól van. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok! Lövök innen egy ilyen kis indexképet a nem is tudom, honnan lenne jó. Mondjuk így.